Mária Rádió. Isten szólít a hit évében. XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából 2012. október 11-i kezdettel meghirdette a hit évét. Hazánkban az egyházmegyék saját szervezésű programokkal kapcsolódnak a hit évéhez. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében papi találkozón tartották a megnyitót október 11-én Esztergomban a Szent Adalbert központban. A papok bekapcsolódtak a Rómában zajló liturgiába, meghallgatták Erdő Péter bíboros videó üzenetét. A magyar egyházat a római püspöki színóduson képviselő Erdő Péter 11-én koncelebrál 16. Benedek pápával a hit évét megnyitó szentmisén. Oly hideg a fény az emberek szemében, túl magas a fal, a népek közt mit ér? Nincs szeretet, nincs már béke, sötétben merül a világ talán. Hát jöjj közel, dőljön le minden fal, hát jöjj közel, a fény benned élni akar, hát jöjj közel, és kiálts alleluját, hogy lásson a világ. Oly messze az arcod, a ködből fényre lép, oly távolról várom a hangod, jó hírt hoz ma még. Úgy... Szeretettel köszöntünk benneteket,
like a double rhyme double on a heavenly level. Back to base, turn up the double. Radical mind, day and night all the time. 7-14, live the mind. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Kívánok mindnyájuknak a 32-esek terén lévő 32-es Kricsniből. Szeretnénk ezt az utolsó órát itt végig beszélgetni, amennyire lehet, de azt hiszem, hogy nem ez különösebb probléma. Hogy jutottunk el idáig, ez nem azért volt, mert éppen nagyokat szoktam inni, ugyan alkoholistákkal foglalkoztam, de igazából véve ez a műfaj kimaradt, hanem annak idején, amikor ezt a helyiséget átalakították, akkor én pályáztam az önkormányzatnál erre, ugyanis az volt a tervem, hogy ide csinálunk egy olyan presszót, kávézót, olyan sörözőt, meg akármit, ahol lehet emberekkel rendszeresen beszélgetni. Milyen jó lenne, hogyha elindulna a templomból ez az evangelizációs út, és aztán talán találnak egy-két férfit, nőt, fiatalt, akik éppen ezt az este 10-től 11-ig terjedő időt, ezt szívesen eltöltik azzal, hogy itt beszélgetünk szociális kérdésekről, vagy hitről, vagy sörről, vagy akármiről az égatt a világon. Extrém dolog ugye az, hogy egy ilyen helyen beszélgessünk arról az Istenről, akit átéltünk, akit megtapasztaltunk, és hát egy ilyen helyen is megvalljuk azt, hogy ő a szemét keresi. Jézus Krisztus is olyan volt, aki elment a vámos farizeus házába, és őt nem érdekelte, hogy hol van, mert mindenütt tudott Jézusról beszélni. Meg akikről aztán elég sok emberről kiderült, hogy hát ezért lehet velük egyrészt kapcsolatba kerülni. Itt a buszmegállóba vártak a buszra, Lacék zenéltek, közben elhangzott egy-két üzenet, és akkor a kettesével, egyesével oda mentünk az emberekhez, és adtunk nekik ilyen János evangéliumot, meg közösségi alkalmakra meghívót. Itt a mai tapasztalat az igazolta a korábbi tapasztalatot, hogy az evangelizáció a köztudattal szemben nem csak azokra vonatkozik, akik alapvetően hitetlenek, hanem a döntő többség az, aki valamilyen formában meg volt érintve, valamilyen formában járt már templomba. Azt gondolom, hogy nem az egyetlen útja az evangelizációnak az, hogy kimenjünk az utcára, hanem az egyik útja, amit lehet alkalmazni, amit lehet csinálni, ami nem is olyan nagyon nehéz. Csak egy kis bátorság kell hozzá, hogy kilépjen az ember és megmerjen szólalni, tanúságot merjen tenni arról, ami saját életében megtörtént, ahogyan ő találkozott Istennel, ahogyan ő megismerte az Istent. Az emberek csomagokkal érkeztek, leszálltak a buszokról, megszólítottuk őket, és mondhatom azt, hogy nagyobb sikert értünk el, mint amikor az előbbi templomi rendezvényeken. Készültünk zenélni, és nekem egy nagyon kellemes tapasztalat volt, hogy odajött hozzám egy hölgy, nagyon rossz paszban volt, és mondta, hogy neki 2 éve meghalt a férje, de hogy már ez nagyon rossz, mert ő már meghalt, érte már nem lehet imádkozni. Mondtam, hogy dehogy nem, a mi Istenünknél ez is lehetséges, hogy tudunk imádkozni azokért is, akik már meghaltak. Mondta, hogy ez tényleg így van, és mondtam, hogy igen, aztán később imádkoztunk is a férjért, és mondtam egy áldást a hölgyre, hogy a Szentlélek töltse be kegyelemmel ezt az űrt, amit a halál hagyott maga után. Mária Rádió. Isten szólít a hit évében.